Amikor februárban kitört a háború, sokan csak a legszükségesebb dolgokat csomagolták. Jó esetben téli váltóruhát és cipőt vittek magukkal. Hasonlóan élte meg a menekülést a Volnovákai Natália is. Tíz perc alatt pakoltunk össze, nem volt időnk gondolkodni. A lényeg, hogy nálam voltak az iratok, egy kézitáska állt a folyosón, megragadtuk, ami a kezünkbe került. Március 5-én indultunk. Bedobáltuk azokat a holmikat, amelyek a folyosón a fogason voltak, elhoztam a macskát is, hiszen nem hagyhattam ott. Tele lett vele a táska. Víz és élelem hiány, nem volt áram sem internet, a házlakói egy pincébe húzódtak meg. Végül pedig a menekülés idézi fel a háborús történéseket Natália. Mindenféle tárgyak repkedtek körülöttünk, mindenütt lángok. Most, ahogy felidézem, újra átélem ezeket az ijesztő dolgokat. Megjöttek az önkéntesek, hogy evakuálják az embereket. Mi 36-an voltunk a pincében. A házbéli szomszédjaink és a szomszéd házlakói. Az önkéntesek azt mondták, hogy sürgősen el kell menni, mert különben itt ragadunk. A pincében ülve nem is sejtettük, hogy a városunk gyakorlatilag megsemmisült menekülés, bujkálás a buszban, fél pohár vízre való vágy, ilyen valóságot kellett átélnie a XXI. században. A szomszédok tüzet gyújtottak, hogy vizet forraljanak. Két órát is várni kellett, amíg felfort. Fél pohár nyújtott egy embernek. Akiknek még volt némi tartalékuk, megosztották a többiekkel. Elfutottunk a buszhoz, de a bombázás miatt háromszor kellett visszamennünk a lépcsőházba. Lehetetlen volt elindulni, folyton lőttek ránk. Végül a sofőr azt mondta, gyorsan szálljunk fel a buszra, és kuporodjunk az ülésekre a padlóra, hogy úgy tűnjön a busz üres. Csak így van esélyünk a kijutásra. Végül eljutottunk Ungvára. Itt jó emberek vesznek körül, békét és jólétet kívánunk mindenkinek. Az ungvári Cinema Space lehetőséget teremtett arra, hogy az Ukrajna különböző részeiről érkezett emberek összeismerkedjenek és higgyenek egy olyan valóságban, ahol a segítségnyújtás, az empátia uralkodik. Nemrég rég, mint egy ezer pár gyermek és felnőtt cipőt adományoztak itt például az Economist for Ukraine jótékonysági alapítvány révén. Azért jöttem Mungvára az Egyesült Államokból, hogy segítsek. Ez egy magánalap, amely a menekültek támogatására gyűjt pénzt. Amikor idejöttem, rájöttem, hogy a menekülteknek leginkább nyári lábbelére van szükségük. Az alap minden adományt elfogad a világ minden tájáról. Kezdetben száz pár cipőt rendeltünk egy odesszai gyártótól. Segítségével kiosztottuk őket a menekültek között. Rájöttünk, hogy ez a formátum működik, és rendszeresen vásárolunk a gyártók, Tol, hogy szétoszthassuk az ungváron tartózkodó belföldi menekültek között. A zaporizsiai nagyja a lányával jött el a Cinema Space-be. Olyan menő tornacipőben vagyok, télen érkeztünk, csak téli kabátunk és cipőnk volt. Más dolgot nem hoztunk. Nagyon gyorsan pakoltunk össze. Többet nem hozhattunk, mert velünk van a cicánk is, aki valójában szintén családtag. Nagyia felidézte, hogy február 24-e hajnala fenekestül felforgatta az életét. Eljöttünk, mert nagyon féltünk. Nálunk Zaporizsjában már az első nap reggelé robbantások voltak. És mindenek előtt féltettük a gyereket, ezért inkább elhagytuk az otthonunkat. Eközben a menekültek keresgélnek a lábbelik között, és próbálgatják a cipőket. És ami a legfontosabb, van kitől tanácsot kérni, megosztani velük a gondolataikat, és együtt álmodozni a békéről.